Történelmi asszálykár sújtotta tavaly a vármegyei gazdákat, csak ott termett megfelelő mennyiség, ahol öntözni tudtak. Növényvédőszereket is kellett használni a gazdálkodóknak, hogy óvják a termést. Ebben hozott volna jelentős változást, azaz Európai Bizottsági kezdeményezés, ami 50%-kal csökkentette volna ezen szerek használhatóságát. Ezt sikerült a régiók bizottságában megakadályozni, mondta a testület tagja Sesták Oszkár. Szoros eredmény született, 21-20 arányban sikerült kivenni a véleménytervezetből, illetve a majdani jogszabálytervezetből azt a passzust, miszerint, ha nem csökkentik a magyar gazdák is, az európai gazdálkodók összességében, de így a magyar gazdák is 50%-kal a növényvédőszerek használatát 2030-ig, akkor a közös agrárpolitika egyes pillére támogatása csökkenhetett volna. Én ugye nyilvánvalóan hátrányosan érzíti a magyar gazdálkodókat, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdálkodókat is. Azért is sérelmes egyébként a dolog, mert mindenhol 50%-os csökkentést ír elő, holott Hollandiában, Dániában több növényben védőszert használtak is a gazdák, és nekik magasabb bázisról kellene csökkenteni 50%-kal, míg a mi gazdálkodóinknak alacsonyabb bázisról 50%-kal. Tehát így nyilvánvalóan a termésmennyiségben, a hozamokban látszódott volna ez a különbség. És hát azért is sérelmes a dolog, mert más földrészek gazdálkodóival szemben az európai gazdák újabb hátrányba kerülnek. Tényleg úgy tűnik, mintha az Európai Bizottság nem a magyar vagy az európai gazdálkodókat képviselné, hanem olyan lobby érdekeket szolgálna, amelyik mondjuk a latin-amerikai gazdálkodók érdekeit szolgálják. A javaslat 2030-ig adott volna időt a magyar gazdáknak is, hogy felével csökkentsék a növényvédőszerek felhasználását. Sesták Oszkár szerint jelentős versenyhátrányt okozott volna az uniós termelőknek az előterjesztés, ha többséget kapott volna. Más földrészek gazdálkodói számára ez egyértelműen előnyös lépés lett volna, ráadásul most van előkészületben a dél-amerikai országok csoportjával egy szabadkereskedelmi megállapodás, ami újabb csak érdekes kérdéseket vet fel a katari lobbista pénzek ügyét illetően, hogy valakit megkerestek esetleg ezekből az országokból. Persze ezek csak kérdések, nincsen rá semmi fajta bizonyíték, de ott bujkál az emberben a kis ördög, hogy miért hozhat az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament olyan jogszabályokat, amelyek folyamatosan hátrányos helyzetbe hozzák az európai országok állampolgárait, termelőit. És hát ott van persze a környezetvédelmi indok, ami egy nagyon szép és derék és nehezen vitatható indok. Ugyanakkor viszont nagyon körültekintően kell eljárni ezekben a szabályozási környezetekben, hogy mind a fogyasztók, mind az európai gazdálkodók érdekei és a környezetvédelmi célok is megvalósuljanak. Ugyanakkor azt viszont más egyéb politikáknál is látni, hogy mi akarjuk az egész világ terhét, környezetvédelmi, kibocsátási terhét a vállunkra venni, vagy a hátunkra venni. Közben pedig Kína és az Egyesült Államok változatlanul szennyezi a környezetet, sokkal nagyobb mértékben, mint az Európai Unió. Tehát az Európai Unió önmagában nem tudja megváltani a világot a környezetvédelmi szempontból sem. Tehát ebben a térben kellene elhelyezni az európai érdekeket. Ezekben a napokban újra napirenden lesz a javaslat a régiók bizottságában. A kezdeményezés sorsáról a jövőben is beszámolunk.